bip, de majdnem ugyanaz. Köszi, köszönöm. Jelző. Ciao. Hát nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, és hát ha kamerateszt és első éles bevetés, akkor Lajos Mizsei. Legyen már autentikus, hogy az előző iPhone-om is, ami egy 13-as volt, őt is az első alkalommal idehoztam ki a Lajos Mizseire. Most egy 16-osra váltottam, ugye én nem ez a fancy ember vagyok, aki menőzésből vesz újabb és újabb iPhone-t. Nagyjából azért kiszoktam várni egy 2-3 generációt, most ugye 3-at vártam, hiszen évről évre egyébként nem újul és nem modernizálódik mondjuk, hát főleg nekem a kamera fontos, tehát technikailag nem változik akkorát, hogy megérje megvásárolni, meg hát annyira nincs is az a kedvem, ugye. Viszont itt volt az ideje a 13-ból eljutni a 16-ra. Ez egy alapmodell, de azt gondolom, hogy 13-ból nézve, mind képileg, mind igazából mindenhogyan, üzemidőt tekintve is, ez egy jó csere volt, vagy jó csere lesz. Ezt majd ti is láthatjátok, ti is eldönthetitek, hogy mennyit változott a képminőség. Nyilván nagyon jó volt a 13-nak is a képe, de szegény azért az elmúlt 2,5 évet, közel 3-at minden nap velem töltötte, és nem csak a zsebemben, hanem aktívan dolgozott szegényke, úgyhogy ideje volt levenni a terhet a válláról. Itt vagyunk most a Lajos Mizsein, és egy érdekes témát hoztam nektek, ami azért köthető a Lajos Mizséihez is, de alapesetben nem csak a Lajos Mizséiről szól, ez pedig a magántársaságok úgymond vonalátvétele, vagy szolgáltatói szerepben tetszelgő vonalátvétele lesz, és hogy Magyarországra, vagy Magyarországon erre sor kerülhet-e a közeljövőben, miért nem került sor eddig, miközben ha a környező országokat nézzük, azért jelentős részében ez egy teljesen bevett formula. Úgyhogy kezdjük. Hát igen, van baj a vasúti pályán, és nem csak ez az egy ilyen. Itt van például egy másik, rohadnak szét a talpfák. Itt vagyunk most Felső Pakony és Gyál közötti pályaszakaszon, majd 20 perc múlva lesz legközelebb vonat, és nem azokról a magántársasági szolgáltatásokról szeretnék ma beszélni, mint például amit a RegioJet nálunk is csinál, hiszen ilyen már van nálunk is, a RegioJet képviselteti magát, és nemzetközi forgalmat bonyolít le, és ugye teljesen önálló díjszabása van, csak a RegioJet applikációban tudtok jegyet vásárolni. Érdekes egyébként, hogy a Daily-ben nem tette a RegioJet saját pénztárt, ugye ez jellemző, például Bécsben is van a RegioJetnek saját pénztára, lehet, hogy el fogunk jutni majd
ide is. Én most inkább arról a magántársasági szolgáltatói szellemről szeretnék beszélni, amikor egy olyan vonalat vesz át, ami nem egy ilyen nemzetközi fővonal, vagy összességében fővonal, bár tudom, a Lajos Mizsé nem egy mellékvonal hivatalosan, azt hiszem, hogy másodrendi fővonal, talán így van a hivatalos megnevezése. Ettől függetlenül pont egy ilyen vonalról beszélnék, amin csak a személyvonatok közlekednek, nincs intercity szolgáltatás, nincsenek tehervonatok, zárójelbe bezárva, igen, lent Lajosmizsén van ugye faszállítás, és van Táborfalvára is esetenként honvédségi katonai vonat, de azért ezek nagyon ritkán vannak, és attól függetlenül, hogy most van tehermozgás esetenként, az most nem befolyásolja azt, amiről én szeretnék szótejteni. Tehát megtapasztaltuk, hogy például Csehországban az Arriva vett át vonalat szolgáltatói szellembe, megtapasztalhattuk, hogy Szlovákiában például a Leo Express, annak idején a RegioJet is szolgáltatott kimondott személyvonatokat, vagy ott voltunk most Grazban, és a Köflacherbahn szolgáltat ugye a köflachi vonalon. Tehát rengeteg ilyen jó példa van, Romániában a Regio Calatori, tehát hogy vannak, milyen meleg van egyébként, még tök jó, még ezt az utolsó pillanatokat élvezzük ki az őszből. Szóval nagyon-nagyon sok ilyen magántársaság képviselteti magát, különböző ilyen jellegű vonalakon, ahol igazából a személyszállítás valóban csak a személyvonatokról szól. És valahogy Magyarországon nem jutottunk még el ide, ezt igazából nem tudom feltétlenül, hogy az okozza, hogy az állam ez ellen megy. Egyébként folyamatosan ment, ugye a piac nyitás kapcsán többször a kormány által volt ennek, tehát a kormány hátráltatta ezt tulajdonképpen. De én úgy tudom, ugye erről beszéltünk Andrissal meg egy csomó emberrel, hogy tulajdonképpen most már a piacnyitás megtörtént. Tehát alapvetően most már eljöhetne az a pont, hogy egy magántársaság, akár egy Arriva, egy Leo Express, teljesen mindegy, bizonyos vonalakat akár itt Magyarországon átvegyen. És hogyha az állam nem tud mit kezdeni a Lajos Mizséivel, akkor a Lajos Mizséit is átveheti egy magántársaság tulajdonképpen. A nagyon-nagyon fontos kérdés mindig az, hogy amikor egy magántársaság megjelenik egy adott vonalon, akkor általánosságban a vonal attól még az állami. Tehát, hogy ő, ha oda érkezik, akkor nem tud hatalmas nagy változásokat, csak ha az állam is benne van, csinálni a vonalon. Azon kívül, hogy ő hoz rá vonatokat, és egy jobb menetrenddel szolgáltat. Tehát tulajdonképpen szolgáltatói státuszt vesz fel a legtöbb esetben. És próbáltam utána érdeklődni, hogy milyen módon lehetne azt, vagy milyen módja van annak, hogy egy vonalat konkrétan átvegyen egy magánszolgáltató, és esetlegesen saját büdzséjéből azt az adott vonalat egy kicsit felhúzza, jobbá tegye, és magához a pályához is hozzányúljon. És én szerintem pont, bár 100%-osan nem tudom, és mondom, több embert hívtam ezzel kapcsolatban, de mindenki azt mondta, hogy hú, ez egy érdekes kérdés. De például a Graz Köflacherbahn, az szerintem pont egy ilyen vonal. Tehát ahogy néztem, ott ugye az állomások, felvételi épületek, a táblák, minden úgy nézett ki, ahogy nem az ÖBB-nél szokott kinézni. Tehát ugye ez a rózsaszínes, a Köflacherbahnnak a színe, minden ilyen rózsaszínes volt, és én úgy gondolom, hogy ott konkrétan a pályát is ők tartják karban, ők hozzák helyre, hogyha bármilyen probléma van, vagy esetleg a későbbiekben, mert hogy hallottam, hogy villamosítani szeretnék azt a vonalat például, én úgy gondolom, hogy akkor az a magántársaságnak a büdzséjéből fog megtörténni. Nem vagyok ebben biztos, ebben egyébként tényleg kérem a ti segítségeteket. Én azt gondolnám, hogy egyrészt óriási felelősség és költség az, hogy egy vonalat nem csak szolgáltatói szellemben átvenni, hanem valóban a pályához is hozzá lehessen nyúlni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az lenne a legjobb dolog például Magyarországon, hogyha ilyen vonalak, mint a Lajos Mizsei, nem az állam kezébe lennének, hanem egy olyan magáncég kezébe, aki egy kicsit felhúzná a pályát. Abban is biztos vagyok, hogy ha ide jönne egy magáncég a Lajos Mizseire, nem hiszem, hogy villamosítaná ezt a vonalat. Felhúzná egy picit. Már hogyha nem maradna a pálya kezelése az állam kezébe, felhúzná egy kicsit, és szerintem repülőkeresztes megoldásokat vezetne be, esetleg létrehozna több kitérős rendszert, akár itt Felsőpakonynál, ami ugye csak egy megállóhely, de alapesetben szerintem megtartaná a dízeles mi voltot, és a több kitérős és repülőkeresztes megoldással esetlegesen egy jobb menetrendet tudna szolgáltatni, és valószínűsítem, hogy motorvonatokat hozna ide, ugye láttuk ezeket a Stadler GTV-ket, például el tudnám itt képzelni, nem szeretném, mert annyira nem rajongok, ugye csörgők forever, de alapesetben el tudnám képzelni, hogy Stadler GTV-ket hoznának mondjuk ide, és a csúcsban is csatolt üzemben közlekednének ezek.
és jobb lenne a menetrend és egy kicsit a pályasebesség. De ugye a magántársaságnál az nagyon fontos, ami az államinál nem fontos feltétlenül, csak mondva csinált dolog, hogy fontos, hogy egy magántársaság piaci alapon működik, tehát őnek gazdaságilag is rentábilisnek kell maradnia, amíg az állam ebbe hát azért sok esetben szarik bele, vagy hát nem szarna bele szívesen, de szarik bele, és alapesetben az államvasút nem is rentábilis, hogyha nagyon gazdasági alapon nézzük. Én egyetlen egyszer kérdeztem meg, amikor visszahozták az étkezőket több vonalra, meg a Balatonra, és ugye még a MÁV-val dolgoztam együtt, és akkor annak egyik ilyen nagyobb emberét megkérdeztem, hogy ezek az árak, meg ez az egész étkezőben való szolgáltatás és emberek, meg ugye hát kellenek hozzá emberek, hogy ez rentábilis-e, és akkor azt válaszoltam mosolyogva, hogy az állami vasútnál nem minden esetben a rentabilitás a fontos. Ebből értettem, hogy a belföldi étkező az nem éppen rentábilis, ellenben a külföldivel én úgy tudom, hogy azért az jókat zörög ott Lengyelország fele például, vagy Hamburg fele. Leizzadtam, menjünk tovább, hamarosan érkezik egy vagy csatolt uzsgi, ezt most még nem tudom, és most lesétálunk itt gyálig az erdőben, nagyon kellemes és hangulatos ez a rész, meg hát teszteljük a kamerát. No, hát azért itt látunk ám érdekes dolgokat. Ezek a csavarok, ki tudnám szedni, ha akarnám, nyilván nem szedem ki. Katasztrofális állapotban van például ez a talpfa, de hát ilyenből tényleg ezret tudok nektek mutatni. Tehát nem kell itt katasztrofa turistáskodni úgy, hogy ki kell halászni a kettő használhatatlant. Egy kis vízzsák, és azt nézzétek, ezeket a asztot például. Lehet látni, hogy próbálkoznak azzal, hogy esetenként új talpfákat tettek be, esetenként pedig ilyen betonaljakkal erősítették meg, de hát... No, és hát érkezik majd a fogalmam nincs hanyas uzsgi, ha jól láttam, akkor kék lesz. Ugye a forda az változatlan, 12, illetve a 13 óra 32-es kökiről. Azok csörgők, azok most lementek, mind a kettő a mizsei oldalba van, mármint lent. És szépen majd jönnek visszafele, és a 16-24, illetve a 17-24-es visszaérkező azok lesznek a csörgők, ugye, a visszafele menetbe. Ez azért van így, mert bár ilyenkor délután, már a 13-asra már szükség van, de a 12-32-es az még lagymatak, tehát nem lenne szükség egy ilyen nagy kapacitású szerelvényre. Viszont a visszafele fordája az pont a délutáni csúcsba esik, és így jött ki jól a matek. Én csak feltételezem, hogy ezért van. Meg hát nincs elég uzsgyi, hát láttuk a szentesi döksort, hogy mennyi uzsgyi pusztul és rohadott. És azt is láthatjuk, hogy Felsőpakony megálló helyet alig hagytuk el, és elindult, de még mindig nincs itt. No, itt vagyunk, B jelű előjelző,
Gyálé. Az érdekesség, hogy hát egy jó pár éve, egy talán 3 éve cserélték le gyálállomást alakjelzőről fényre, és ha jól megnézitek ezt a jelenlegi képet, akkor fel is fedezhetitek. Igen, ott van a volt alakelőjelzőnek a árbóca. No, kicsit leülünk itt, mindjárt gyál állomás, és igazából ráérünk, meg nem is biztos, hogy vonattal megyek haza, francia tudja, lehet, hogy csak fel akarom venni a csörgőt, még nem tudom. Akartam, mert ez igazából egy kamerateszt videó főképpen. Nyilván hoztam témát, mert hoztam témát, és mindig érdekes témák, szerintem érdekes témák az, amiről beszélgetünk itt a csatornán, és várom is a komment szekcióban, mondom erről a magántársasági dologról. Ugye még annyit azért hozzáfűznék ehhez a témához, hogy az állam nem igazán érdekelt abban, hogy most magánszolgáltatók átvegyenek egy vonalat. Egyrészt nagyon félnek attól, hogy bebizonyítja, hogy így is lehet. A másik pedig, hogy neki igazából abban nincs érdek, hogy van egy vonal, amit ők nem tudnak ellátni, akkor mit csinálnak, mint tavaly augusztusban bezárják. Pedig például szerintem sok magáncég látna a potenciált mondjuk egy komlói vonalba. Nem mondom, hogy abból a 10-ből mindbe, mert szerintem egy Kunszentmárton lakitelek vonalba annyira nem, azt én belátom. De például egy komlóiban igen. No, nem kell nekem magyarázkodnom, hogy én most hogyan tehettem meg azt, hogy iPhone-t veszek, meg vettem, mert azt veszek, amit akarok, ehhez tényleg igazából senkinek semmi köze. De azért is fogom meg ezt a témát egy másik irányból, mert hogy régebben nekem is volt egy ilyen prekoncepcióm, hogy hát én azt nem tehetem meg, hogy a legújabb iPhone-om legyen. És ez nem igaz. Mármint nem, szerintem ez úgy unblock nem igaz, jó, nyilván egy speciális helyzetben vagyok. Én ugyanis tőzsgyökeres Pannon GSM-nél kezdtem, ugye az volt a Jettelnek az elődelődje, ugye volt az, azt hiszem Telenor is, meg minden, most ugye Jettel. Eleve van egy ilyen hatalmas nagy hűség történetem a cégnél. A másik pedig, hogy ugye a nemzetközi túrák miatt én elég komoly csomagban vagyok, sőt a legkomolyabb csomagban vagyok, mert hogy kell a nemzetközi túrákra a korlátlan net, a hívás és minden egyéb dolog. Onnan szoktam nektek ugye megvágni és feltölteni a videókat. Én nem nagyon szoktam hotel wifi-re csatlakozni, attól kicsit óckodom. És nyilván ezért én például eleve egy több százezres kedvezményből indultam. Tényleg, tehát itt nem 20 000 forintról van szó, hanem több százezres kedvezményről. A másik pedig, hogy egy olyan ajánlatot kaptam, hogy igazából az eddigi csomagom mellé most még fizetek, azt hiszem még 10 000 forintot sem, hanem 9 100 valahány forintot per hó, és azért hozhattam el ezt a telefont. Igazából összvisz egy tokot meg fóliáztatást csináltam ezzel kapcsolatban, és ennyi volt a költségem. Nekem ez úgymond egy munkaeszköz. Szükségem van arra, hogy jó minőségű kamerával legyen felszerelve a telefonom, mert hogy én ezzel csinálom a videókat. Próbálkoztam kamerával, ugye Andrisét egyszer meg is akartam venni, el is vittem magammal egy csetúrára, és én nem éltem, én nem szeretem. Ahhoz a vlogos jelleghez, amit én csinálok, ahhoz nekem nem jó. Ennyi igazából. Ugye, ezt csak azért mondom, mert ma jön a komment, hogy hát igen, itt kéregetsz a nézőktől, és aztán új iPhone. Egyrészt egyébként nem szoktam kéregetni, van egy támogatási lehetőség, ami egy bevett dolog, nem csak Magyarországon, hanem a világ összes táján, mindenféle, akár YouTube videósokra nézve, akár más tekintetben. A másik pedig, hogy igen, pontosan a támogatásotok az ilyenekre megy el, mint például ez az új képminőség, ez az új telefon, a nemzetközi túrák, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a támogatást, és továbbra is köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatja a csatornámat. Sörre kérem, és nem új ruhákra szoktam költeni. Ugye múltkor is megkaptam a kommentet, hogy Ralph Lauren pólóba nyomod a támogatási lehetőséget. Én nem tudom, hogy lehet, hogy én vagyok ilyen kreatív, bár nem gondolom, mert sokan szoktak lenni a turkálóba például, ahol van járok kökire. Angol használt ruhák, darabja 3000-4000 forint körül vannak, nem 40 000-es, valamikor lehet, hogy annyiba került. De például szeretem a minőségi ruhákat, a Ralph Laurent, a Hilfigert és hasonlókat, és igen, rengeteg Hilfiger, mondjuk pont most nagyon proliba vagyok, mert most csak ide jöttem így a pusztába, de alapból szeretem a minőségi pólókat, de nem, még ha megtehetném, se venném meg újonnan, mert minek, bemegyek egy hádába, és kitúrom magamnak a Ralph Lauren pólót, úgyhogy... hogy egy angolt használt ruhában a Ferencvárosban van is egy nagyon jó a Nagyváradtérnél. Szóval
Ja, észre kell élni, én azt gondolom, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, csak azért akartam ezt elmondani, mert szerintem sokan hiszik azt emberekről, amikor látják, hogy nem tudom milyen iPhone-nal, meg milyen kocsival van, meg mit tudom én, hogy akkor biztosan gazdag, de alapvetően szerintem ez nem feltétlenül van egyensúlyban, vagy nem feltétlenül lehet egyenlőséget tenni a két dolog közé. Na, menjünk most tovább, megnézzük még, ugye itt egy ívben megy gyálállomásra a pálya, úgyhogy itt volt ugye a B-jelű előjelző, tehát mivel ív van, ezért biztosan lesz egy ismétlőjelző, na most mit játszom meg magam, pontosan tudom, hogy lesz egy ismétlőjelző, úgyhogy azt is megmutatom nektek, aztán a keresztet is felvesszük, ha odaérek gyárra, amíg nem jönnek a vonatok, ez mondjuk necces, lehet, hogy nem lesz meg, de akkor nem lesz meg, akkor meg lesz nyílt pályán, szóval teljesen mindegy. Úgyhogy ja, köszönöm szépen mindenkinek a támogatásokat, továbbra is lent van a leírásban, ugye most évvégén újra startkártyát kell vásárolni, nemzetközi túrák jönnek. Köszönöm szépen, mint látjátok azért a csatorna fejlődik. Drónom nem lesz, ezt sokan szoktátok írni, mert pláne most, hogy az Ádámnak lett drónja, mélyen tisztelem az Ádámot, és nagyon minőségi tartalmakat csinál. Számomra a drón az nem, hogy hozzáadna, hanem én számomra elvesz a tartalomból. A másik pedig, hogy én életemben egyszer kértem meg drónosokat, hogy drónozzanak nekem, és abból is a légügyi hatósághoz került az ügy, mert hogy nem tudom milyen engedéke, meg itt tudom én, azért nem volt gond, mert nem az én drónom, és akiknek a drónja volt, minden rendben volt vele, meg az egész felvétellel, szóval nem lett belőle probléma. Nekem erre nincsen szükségem, köszönöm. Nekem lenne egy drónom, szerintem másnap már jönne a levél a légügyi hatóságtól. Nem, köszönöm. Nem vágyom rá igazából amúgy. Tehát sokkal jobban szeretem a lenti snitteket. Láttam az Ádámnak a felvételeit, nekem kimondottan nem tetszett, de nem az Ádám tartalma nem tetszett, hanem ez a drónos szemszög, sehol se tetszik igazából, felesleges, szerintem felesleges, de ez csak az én, ez egy szubjektív vélemény, tehát ez mindenkinek a maga preferenciája, hogy eldöntse. Menjünk tovább. További pályaállapot felmérés. De nem ennyi, egymás után. Tudom, hogy ez így elketyeg, de azért, na, most mindegyiket nem akarom, de ez itt egymás után azt a csavart is ki tudnám húzni. B-jelű ismétlőjelző, ugye konkrétan egy feladata van, hogy az ilyen íves területeken a mozdonyvezető számára tudassa, hogy a főjelző milyen jelzés van, ami ott van hátul, vörös.